Mondhatni, folyamatos fejlesztések zajlanak a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégiumban. A legújabb korszerűsítés egy állami pályázat keretein belül történik, mégpedig a specializált gép és gyermügyeltes ágazati képzés terén. Az iskola és két KKV egy ágazati képzőközpontot hozott létre. Ez az ágazati képzőközpont ennek az ágazatnak a képzési szakmai színvonalát szeretné a lehető legmodernebb körülmények között segíteni, megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy duális képzőhelyként jelenik meg majd a képzési palettában az ágazati képzőközpont, és minden olyan szakma, ami a specializált gép- és járműgyártáson belül megjelenik, és az iskolánkban oktatásra kerül, tehát a karosszélakatos, a járműfényező, a gépjárműmechatronikai technikus, vagy a gépjárműmechatronikus, mindegyik képzési részben ez meg fog jelenni vagy a partnereknél, vagy pedig az iskolában megvalósuló központi műhelynél. Az iskolai műhelyt emelném ki elsősorban, hiszen a fejlesztés nagyrészt erre koncentrálódik. Juhász Gábor azt mondja, a közel 270 millió forintos pályázati forrás lehetővé teszi, hogy a 140 négyzetméteres műhely elavult technikái megújuljanak. Illetve olyan képzési rész kerüljön bevonásra, ami nagyon új a piacon, és igazándiból nem nagyon van jelen még a képzőhelyeken, ez pedig nem más, mint az alternatív járműhajtások területe, tehát a hibrid, a tisztán elektromos járművek, de természetesen a hagyományos benzines technológia is megjelenik a műhelyben, tehát olyan oktató gépjárművek, preparált gépjárművek kerülnek be a műhelybe, amelyek mind az elektromos, mind a hibrid és mind a benzines járműveknek a sajátságai, tanulmányozását és javítási lehetőségeit lehetővé teszik, illetve természetesen megújulnak az infrastruktúrás feltételek is, hiszen mind a gépészet, a villamos hálózat, illetve a nyílászárók is cserére kerülnek, amelyek még gyakorlatilag az építési időszakából valóak. Azt gondoljuk, hogy a képzést már a következő tanév folyamán segíteni fogja tudni ez a beruházás. Maga az építés és maga a beszerzés nyilván a projekt tevékenységeknek a sorrendjében következik. Én bízom abban, hogy a második fél évben már itt képzési tevékenység folyhat.